Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Egy órától ismét ülésezik a református zsinat. A hírek szerint sokan lemondatnák Balogh Zoltánt. Januárban 125 ezer magyar dolgozott Ausztriában, a németek után tőlünk járnak át a legtöbben. És első ortodox államként egyházi tiltakozás ellenére Görögországban is megszavazták a melegházasságot. Információink szerint ma délután 1 órakor rendkívüli ülést tart a Magyarországi Református Egyház legfőbb testülete, a zsinat. Híradónk úgy tudja, hogy az ülésnek egy napi rendi pontja lesz Balogh Zoltán ügye. A felekezetben Balogh Zoltán a dunamelléki püspöki és a lelkészi elnöki tisztséget is betölti, azonban a kegyelmi botrány és a református berkeken belüli felháborodás ellenére távozását bármelyik tisztségről csak nagyon nehezen lehetne kicsikarni, írja az m4.hu. Most a zsinat kérheti Balogh Zoltánt lemondásra, de nem mozdíthatja el. Püspöki tisztségétől pedig úgy lehet megfosztani valakit, hogy az őt megválasztó presbitérium szólítja fel erre. Eddig ilyenre még nem került sor, írja a lap. Történelmet fognak írni a mai tüntetésen, mert olyan dolgot visznek véghez, amilyen Magyarországon még nem volt. Ezt mondta híradónknak Osvágy Zsolt, a megmozdulás egyik szervezője. A youtuber ugyanakkor kiemelte, az esemény nem koncert lesz. Ezért arra kéri azokat, akik azért mennének, hogy Azariát hallják énekelni, hogy inkább ne menjenek. Azt kérik, hogy mindenki a gyermekvédelem miatt vállalja a részvételt. Főpolgármesterként nem gondolom. Karácsony Gergely híradónk kérdésére miszerint mit gondol arról, hogy Balogh Zoltán még mindig a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke, úgy felelt, hogy főpolgármesterként nincs véleménye. Református hívőként viszont igen. Nagyon rossz fényt vett a vallási közösségünkre ez az ügy, és Balogh Zoltán azzal szólalna leginkább azt az erkölcsi megújulást, ami a fontos egyházban szerintem elvárható, hogyha ő is levonna azt a konzekvenciát, amit a köztársaságnak is levont. A Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint, ha Balogh marad, akkor sokan távozni fognak az egyházból, ahogy azt ő is megtette. Az ország is akkor úszná meg ezt a legjobban, hogyha Balogh püspök úr magába szállna és lemondana, ugyanis hogyha nem mond le, akkor ez azt jelenti, hogy a református egyháznak magával kell cipelnie ezt a komoly erkölcsi terhet. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak a református híveknek és vezetőknek, akik most morálisan a helyes utat választják. És ahogy Donát Anna fogalmazott, nem adják a nevüket és arcukat ahhoz a gyalázathoz, amit Balogh Zoltán csinál. Méghozzá azért, mert Balogh Zoltán nem egyszerűen bevallotta, hogy köze volt hozzá, hanem még arra sem volt képes, hogy elnézést kérjen az áldozatoktól. Teljes mértékben vállalhatatlan, emberileg is vállalhatatlan, nem egy lelkészi, vagy egy lelki vezetőtől, úgyhogy innentől kezdve az egyháznak magából kell kivetnie Balogh Zoltánt. A demokratikus koalíció közérdekű adatigénylést nyújt be, és perel, hogy adják ki a kegyelmet előkészítő és minden az üggyel kapcsolatos iratot, mert az országnak joga van tudni, hogyan engedhették szabadon a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűnsegédjét. Ki kérte a kegyelmet? Ki nyomta át Novák Katalinon és Varga Juditon? Ki mozgatja a szálakat a pedofilok védangyalaként a háttérben? Akinek Novák Katalin és Varga Judit beáldozása sem volt drága egy pedofil segítő szabadságáért. Talán egy magasrangú kormánytag? Esetleg maga Orbán Viktor használja pedofilmentésre a közhatalmat? Ez nem egy koncert lesz. Tilla Tilla műsorvezető, Puskás Dallos Péter énekes, műsorvezető, Puskás Dallos Bogi énekesnő. Az első három nevet olvastam csak fel a több mint 100 hírességből, akik arccal és névvel kiállnak a nagy társadalmi felháborodást kiváltó, kegyelmi döntés miatt szervezett pénteki tüntetés mellett. Hogy kik támogatják még az ügyet, elolvasható Pottyondi Edina posztjában. Nagyon nagy dolgot fogunk véghez vinni szerintem a holnapi nap folyamán. Több nagyon nagy dolgot fogunk véghez vinni a holnapi nap folyamán. Csupa olyan dolog fog történni egyébként a holnapi napon, ezen a tüntetésen, ami szerintem ebben az országban még soha, mindenképpen szerintem történelmet írunk. A szervezők azt kérik, hogy aki elmegy a tüntetésre, az az ügy a gyermekvédelem miatt tegye. A ma esti tüntetés új frontot nyithat, például a Fidesz által eddig nem piszkált, rendkívül népszerű Azaria is a nevét adta hozzá, nyilatkozta a 24.hu-nak Török Gábor.
Az elemző szerint, ha nem a korábbi ellenzéki tüntetések létszámát lehet majd látni a Hősök terén, ha más lesz a hangulat, ha nem Gyurcsány Ferenc dominálja az eseményt, és egyes influencerek készek akár csak időlegesen is politikai szereplővé válni, abból bármi lehet, mondta Török Gábor. Hozzátette, neki mondtak már olyat fideszesek, hogy nehogy a Hősök tere legyen a magyar Majdan. Utalt a kijevi főtérre és az ottani forradalomra Török Gábor. Eltűnt K. Endre Facebook oldala, vette észre a 444. Csütörtökön még nyilvános poszttal jelentkezett a Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgató helyettese. Azt írta, a bosszú szomjas, istentelen gyűlölködőknek már a két tisztességes hölgy nem indokolt lemondása sem elég. K. Endre egyebek közt arról írt, hogy elítéli a pedofíliát, együtt érez az áldozatokkal és a bűncselekmény elkövetését, továbbra is tagadja. Írásában ismertetett egy környezettanulmányt is, amely állítása szerint arról szól, hogy a visszaesésen nem valószínű, sikeres a reintegrációja. Hangsúlyozta, a társadalomba való visszailleszkedés érdekében mindent elkövet. Írása végén pedig az őt rágalmazóknak is üzent, leszögezte, a jogadta lehetőségekkel a leghatározottabban fellép ellenük. A Facebook oldaláról azonban ma reggelre minden poszt eltűnt. A 2016-os feljelentések előtt 5 évvel 2011-ben a Bicskei Gyermekotthon két bátor dolgozója eljött a Városházára, és részletesen beszámoltak arról, mit élnek át a gyerekek, jelentette ki Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester szerint ezért is felháborító, hogy ahogy fogalmazott, tudta a fővárosi fideszes városvezetés, hogy mi folyik a Bicskei Gyermekotthonban, mégsem tettek semmit. Szerint az eddig előkerült dokumentumok alapján Budapest vezetése megmenthette volna a gyerekeket. Karácsony Gergely leszögezte, valakik nem tették a kötelességüket, ez pedig nem maradhat következmények nélkül. A propagandisták két nap alatt elégettek 20 millió forintot a lejáratására, és Hetz kampányban néhány levitézlet zenészt is bevontak, és ma elindult az újabb kör. Ezt írta a Facebookon Magyar Péter. Varga Judit lemondott igazságügyi miniszter volt férje, arra utalt, hogy a kormány közeli Megafon influencerei támadásban lendültek a közösségi oldalakon, hogy megpróbálják hitelteleníteni. A Political Capital kiszámolta, egy hét alatt több mint 20 millió forintot költöttek posztjaik hirdetésére. Az IDEA intézet stratégiai igazgatója Böcskei Balázs az RTL Híradónak arról beszélt, tanástalanság alakult ki a kormányzati kommunikációban, mert egyszerre több ügyet kellene kezelniük, ami ritkán fordult elő az utóbbi években. Mintegy 2,5 milliárd forintból újul meg a Clark Ádám tér, jelentette be Karácsony Gergely az első kerületben tartott kihelyezett fővárosi önkormányzati kabinetülést követő sajtótájékoztatón. A főpolgármester a következő ciklus egyik legfontosabb beruházásának nevezte azt a tervezett gyalogos sétányt, ami a Szent István Bazilikától a Várig tartana. Látványtervek már vannak a Clark Ádám tér megújulására, és most már szándéknyilatkozatot is aláírtak. Vénaszályi Márta az első kerület polgármestere volt a házigazdája a fővárosi önkormányzat kihelyezett kabinetülésének, amit sajtótájékoztató követett. A tervek szerint a következő ciklus egyik fő projektjének keretében megújul a Lánchíd budai hídfőjének ikonikus tere. A évtizedekkel ezelőtti közlekedési csomópont szemléletű kialakítás helyett egy gyalogos közlekedés és zöld felületi megújítás szempontú felújítást kezdhetünk el. Örömömre szolgált, hogy erről egy közös szándéknyilatkozatot írhattunk alá. A hosszú távú elképzelések arról szólnak, hogy Budapest belvárosa könnyebben bejárhatóvá váljon. Nyilván elfogult vagyok, de szerintem a világ egyik legszebb gyalogos sétánya lehet majd a Bazilikától a Várig tartó gyalogos szakasz. A főpolgármester elmondta, hogy a mostani ciklus egyik legfontosabb beruházása volt a Lánchíd felújítása, és a főváros azt reméli, hogy az autó kitiltása hozzájárul a történelmi belváros forgalom csillapításához. Karácsony Gergely bízik abban, hogy a hídfők környékének átalakításával a gyalogos forgalom viszont jelentősen megnő. Erre már elméletben a pénz is megvan. Nagyjából 2-2,5 milliárd forintra becsüljük ennek a beruházásnak az összegét, és ez európai uniós forrásból meg tud valósulni. Ma már rendelkezésre állnak, nyitva vannak ezek a pályázatok. Van egy nagyjából 20 milliárd forintos keret, ami a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek megújítását célozza. Ezen a soron fogjuk ezt elszámolni.
A munkálatok leghamarabb 2024. októberében kezdődhetnek. Kerestük a budapesti Fideszt is, hogy mit gondolnak a tervekről, és a fideszes vezetésű 5. kerület hogyan kíván ebben adott esetben részt venni. Írásban kaptunk választ. Ebben a fővárosi Fidesz frakció sajtóosztálya úgy fogalmazott, a frakció érti, hogy Karácsony Gergely kampányüzemmódra kapcsolt, de az újabb ígérgetések helyett inkább a hitpénzbotránnyal és a guruló dollárokkal kapcsolatos kérdésekre kellene választ adnia. Szerda után ma újra emelkedtek az üzemanyagárak, szakértők szerint ennek oka egyebek között a közel-keleti helyzet. Magyarország jelenleg a 3. helyen szerepel a régiós árlistán, azonban egy szakértő szerint, ha az izraeli háború tovább terjed, a határ a csillagoség is lehet. Egyik áremelés a másik után. Így is jellemezhetnék a benzinkutasok a hetet, akiknek pénteken már a 2. alkalommal kell majd kicserélniük a számokat az oszlopokon. A szerdai drágulás után ugyanis az autósoknak még mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk. 1 liter 95-ös benzinért 614, a gázolajért pedig 661 forintot kell majd fizetniük. A holtankoljak.hu vezetője híradónak elmondta, az árak meghatározásánál a Brent típusú olaj hordonkénti árát veszik figyelembe a finomítók. A 1,5 héttel ezelőtti 77 dolláros szintről újra 83, illetve már a fölé emelkedett az ár. Ez leginkább 6%-os emelkedést jelent ilyen rövid idő alatt, és leginkább a közel-keleti helyzet indokolta ezt a mostani emelést. Egy kicsit fokozódtak most a harcok és az ütközetek, ami mindig egy ilyen bizonytalan helyzetet idéz elő, főleg abban a régióban, ahol rengeteg olaj kerül exportálásra. Ahogy ez az alábbi grafikán is látszik, Magyarország a 603 forintos árral jelenleg 3. a régió benzinár rangsorában. 2. helyen Ausztria szerepel, a legtöbbet 617 forintot pedig Szlovákiában kell fizetni. Nagymárton nemrég a Magyar Ásványolaj Szövetséggel és a MOL-lal történő egyeztetésen arról beszélt, hogy a benzinárak tekintetében lát esélyt az ára kiigazítására, a gázolaj esetében azonban nem. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke nem ért egyet a beavatkozással. Az olajárakat alapvetően az OPEC határozza meg, tehát az OPEC-nek a központja Bécsben van, tehát valószínűleg ott kéne valami megbeszéléseket folytatni. A termékjegyzések pedig nemzetközi jegyzések, tehát azokat nem tudja a magyar gazdasági miniszter befolyásolni. A szakértő hangsúlyozta, az izraeli háború alakulása jelentősen befolyásolja a piacot. A legdrágább olajár, amit valaha mértünk, az 170 dollár volt per hordó. Ebben a jelenlegi helyzetben simán benne van az, hogy felmész 170-180-ra, mert nagyon ki van élezve az ellátás oldala a dolognak. Ugyanis nagyon függünk attól, hogy Irán mit fog csinálni a Hormuzi szorosban. Úgyhogy ennek a vége az a csillagoség. Balogh József hangsúlyozta, a szoros azért is kulcsfontosságú az ellátási láncban, mert rajta keresztül vonul át a világ nyersolaj készletének 30 és a cseh folyós gázkészletének 25%-a. Januárban csak nem 125 ezer magyar dolgozott Ausztriában, derült ki az osztrák társadalombiztosító legfrissebb jelentéséből. A világgazdaság kiemeli, hogy a statisztikában csak a bejelentett, teljes állásban foglalkoztatottak szerepelnek. Az adatokból kiderült, hogy 2024 első hónapjában összesen 980 ezer külföldi dolgozott az osztrák munkaerőpiacon. Ausztria lakossága nagyjából 9,1 millió fő, és minden 9. lakos külföldi állampolgár. A legtöbben 127 ezeren a németek vannak, utánuk viszont a magyar vendégmunkások alkotják a legnagyobb kolóniát. Vagyis Magyarország szinte ugyanannyi munkaerőt ad Ausztriának, mint a 8-szor népesebb Németország. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közleményben jelentette ki péntek reggel, hogy Izrael továbbra is ellenzi egy palesztin állam egyoldalú elismerését. Az izraeli miniszterelnök Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után közölte, szerinte Izraelt nem kényszeríthetik rá, hogy elfogadja egy palesztin állam megszületését. Az október 7-i mészárlás után az ilyen elismerés hatalmas jutalmat jelentene a példátlan terrorizmus számára, és megakadályozná a jövőbeni békés rendezést, állította az izraeli kormányfő. A két politikus megvitatta a gázai helyzetet, és Biden hangsúlyozta, hogy sürgősen biztosítani kell a humanitárius segély eljutását a palesztin polgárokhoz, akiknek égető szükségük van rá.
A görög parlament megszavazta az azonos neműek házasságát lehetővé tévő jogszabályt elsőként az ortodox keresztény országok között. A 300 tagú parlamentben 176 képviselő szavazott Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök jobbközép kormányának előterjesztésére igennel. 76 ellenében 2 tartózkodás és 46 távol lévő képviselő mellett. Már az Új Demokrácia kormánypárt több embere is a törvényjavaslat ellen szavazott vagy tartózkodott, azt a baloldali ellenzék segítségével meg tudták szavazni. A legfrissebb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a görögök megosztottak a kérdésben. Míg az országban nagy befolyással rendelkező ortodox egyház hevesen ellenzi a jogszabályt, addig a helyi LMBTQ közösség szerint ez már korántsem jelent olyan sokat. Nagyobb kárt okozó hűtlen kezelés, valamint közokirat hamisítás miatt emeltek vádat az ügyészek a kozármislenyi polgármester ellen. Amennyiben a bíróság jogosnak találja, akár 5 évre is börtönbe kerülhet. A polgármester híradónknak azt mondta, hogy nem érzi magát bűnösnek, szerinte a bíróság majd tisztázza. A polgármesteri jutalmak kifizetésére amolyan előtakarékosságot választva kötött az önkormányzat biztosítást azért, hogy a hozamból fedezni tudják az ilyen jellegű kifizetéseket. A vád szerint évekkel ezelőtt egy biztosítóval megtakarítással kombinált életbiztosítási szerződést kötött az önkormányzat nevében 5 éves futamidőre úgy, hogy maga bíró volt a biztosított és a kedvezményezett. Kozár Mislány első embere szerint ebben nincs semmi meglepő, máshol is használt gyakorlat szerint jártak el. Szerinte inkább gyarapították a város vagyonát, mint abból elvettek volna úgy, ahogy más településeken is tették. Több kérdést felvet ez az eljárás, és több furcsaság is van ebben. Például az, hogy a fideszes polgármesterek ellen miért nem indult ebben eljárás, azt miért nem nehezményezte az ügyészség, illetve mindig vissza lett dobva a nyomozásra, mert nem találták meg alapozottnak ezeket a feljelentéseket első körben. Az ügyészség szerint azonban a Kozár Mislenyi módszer sérti a jogszabályokat. Nagyobb kárt okozó hűtlenkezelés, valamint hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás büntette miatt emelt vádat a Kozár Mislenyi polgármesterrel szemben. A vádiratban írt bűncselekmény mindegyik esetében a polgármester hivatali tisztségével van összefüggésben. Egy híradónknak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, hogy a bíróság dolga lesz majd eldönteni, hogy kinek van igaza. Vizsgálni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az ügyészség azt gondolja, hogy megvalósult a polgármester részéről ez a fajta tevékenység, vagy pedig a polgármesternek van igaza, mely szerint ez a tevékenység, amit a képviselőtestület jóváhagyásával végzett, az teljesen legális volt. A polgármester híradónknak azt mondta, hogy nem tart a bírósági eljárástól, mert nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a vádak alapján akár 5 évre is ítélhetik a Kozár Mislenyi város vezetőt. 46 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab Ferenc virológus, közölte a Virológia Pécs Facebook oldal és a Pécsi Tudományegyetem. Jakab Ferenc egyetemi tanár volt, a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektor helyettese, a Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője. A kutató a koronavírus járvány alatt tett szert országos ismertségre, amikor rendszeresen megszólalt mind a járvány terjedésével, mind az oltásokkal kapcsolatban. Jakab Ferenc professzort a Pécsi Tudományegyetem saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrzi, írt a honlapján az egyetem. Temetéséről később intézkednek. A híradó után jön a fórum, a témákat már is mondja Eldézsi Zoltán. Szervusz, Oli. Szervusz, Anna, és köszöntöm a kedves nézőket, és csatlakozunk a híradó témáihoz tulajdonképpen, hiszen lényegében ugyanazokat beszélem át majd a kedves telefonálókkal, amikről már ti is szóltatok. Rendkívüli református zsinatot hívtak össze Balogh Zoltán botránya miatt, hogyha netán menet közben megérkezik ennek eredménye, természetesen azonnal beszámolunk róla. Aztán civil tüntetés lesz a Hősök terén a gyermekbántalmazással szemben, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Török Gábor szerint Orbán fejével gondolkodva Varga Mihály lehet Novák Katalin utóda. Mit gondolnak mindenről? A híradó után várom a telefonálókat. Köszönöm szépen, Zoli. Most tehát jön a fórum, én pedig 17:25-kor várom Önöket a friss hírekkel. Addig is köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!